Kutyaválasztásnál a párválasztást tudom mondani, kell a kémia. Az, hogy kihez milyen kutya való, az elég sok mindentől függ. Egyrészt, hogy a leendő gazdi hány éves, hol lakik, kertben vagy lakásban, mennyi időt tud foglalkozni a kutyával, tud-e vele kutyasuliba járni. Hogyha egész napodat a gamer székben töltöd, akkor neked nagyon jó lesz egy tohonya, lusta állat, aki ebben ott a társad, háromszor elviszed, elvégzi a dolgát, és ő ezzel elégedett lesz. A kutyák kiválasztásánál mindig fontos, hogy ismerjük a fajtát. A kutyával való kapcsolat az olyan lesz, mint egy házasság, vagy egy gyerek-szülő kapcsolat, alkalmazkodnak, simulnak egymáshoz. Van, amikor a kutya választ bennünket. Ő engem választott, én is őt, és azóta gyakorlatilag így jöttek. Ez a meglátni és megszeretni. Ha te egy elegáns, visszafogott személy vagy, akkor a skót juhász például egy nagyon jó választás, csak föl kell készülnöd arra, hogy meg fognak állítani az utcán, és mindenki meg akarja simogatni, és azt fogja neki mondani, hogy leszi. Nekem sheltim és skót juhászom egyaránt volt egy táblánk, a kicsire, a sheltire ráírtam, hogy nem leszi, nem mini collie, nem a nagy kutyának a gyereke, és nem fog nagyobbra nőni. Én imádom például a border collie-kat, de tudom, hogy nekem a border collie sok lenne. Ha nem dolgozhat a border collie, akkor őrült károkat tud tenni a lakásban, a kertben. Ő egy nyugodt fajta. Conor az egy nyugodt fajta, elpihen, elfekszik, alszik. A munkámra igényes vagyok, és ezért szerintem a juhászkutyák, aki számomra a legjobban beváltak. Vannak nekik önálló gondolataik, és azt meg is valósítják, ettől függetlenül viszont azt, akit elfogadnak, és akit gazdának, társnak tekintenek, azzal jól tudnak együttműködni. Elfogadnak más embereket is, bizonyos szintig be is engedik a belső körükbe, de egy ember van, akihez aztán maximális módon ragaszkodnak, és ha az elindul valamerre, akkor ők ráhallgatnak, nekik fogadnak igazán szót, más embereket inkább eltűrnek. Az első kutyámnál elkövettem azt a hibát, hogy tutuigattuk, simogattuk, éveken keresztül visszaütött, mert ő volt a főnök. Mindenki rajtam röhögött a lakótelepen, hogy gyakorlatilag minden áldott este kerestem a kutyámat. Tehát borzasztó fontos az az első időszak, amíg a kutyámat megtanítom mindenre, és a viszonyokra is. Ez nagyon fontos. Mindig tudja, hogy én vagyok a főnök, a falka főnök, és ő csak egy falka tag. Egy boldog egymás mellett élés záloga. Ha rendkívül nagy társasági ember vagy, akkor egy vicces, kócos, nagyon hebrencs, nagyon jó fej kutyával lehet menőzni a ligetben, de persze nem kifelé kell megfelelni, hanem saját magadnak. Vont bele a családodat is, mert hogyha a kutya utálja őket, vagy ők utálni fogják a kutyát, akkor állandó konfliktusba fogtok keveredni egymással. Én egy pörgős, mindenhol ott vagyok, rengetegféle dolgot csinálok, 3 percen nem bírok megülni a fenekemen típusú ember vagyok. A férjem egy nagyon nyugodt, egy nagyon kiegyensúlyozott, egy lassabb tempói ember. Szokták mondani sok esetben, hogy ezért a kutya az legyen nagyjából hasonló energiaszintű, meg mozgásigényű, mint amilyen a gazdája. A nagyon idős, nagyon lassútól kezdve a fiatal pörgős kutyáig nekünk meg kellett találni azt a harmóniát, ami mind a kettőnknek megfelel. A Nikolnál ez egyébként nagyon jól bevált, alapvetően, hogyha kell, akkor az edzéseken, vagy ha elmegyek futni, akkor jön velem és csinálja, amit kell. Egyébként meg otthon el van a kertben, nyugiban magának. Ezt nagyon alaposan mindenkinek meg kell gondolni, aki nem egyedül választ kutyát, hogy annak is jó legyen, aki a legpörgősebb a családból, és annak is jó legyen, aki a legkevésbé pörgős a családból, mert ha ezt nem tudjuk összehozni, akkor valaki vagy a kutyus nagyon rosszul fogja érezni magát. Ugye a kutya nem tett arról, hogy milyen bundába, bőrbe született, tehát maga a személyisége, a habitusa az, ami engem mondjuk megfog. Az, hogy most keverék vagy fajtatiszta, ez ilyen szempontból nálam nem számít. Hogyha valaki egyszer eldönt, hogy szeretne kutyát, meg lehet találni azt a fajtát, vagy azt a típusú keveréket, vagy azt az adott mindenből összemixelt egyedet, ami az ő igényeihez is jó lesz, és akitől mondjuk nem fog félni. Vannak rendkívül energikus, lelkes,
a úgynevezett mindig ott akarok lenni állatok, hogyha ez téged idegesít, akkor hagyjuk a francba. Ilyen a szetter. Nagy bohócok, rendkívül lelkesek és végtelen rosszak, tehát ők lesznek azok, akik a konyhapulton táncolnak, ők azok az állatok, akik mindenhol ott akarnak lenni. Akkor megláttam a kis angol szetter kölyköket, akkor nagyon megtetszettek, és onnantól nálam ez eldőlt. De szerintem, ami kiemeli őket az összes többi kutya közül, az, hogy elképesztő jó humorérzékük van. Annyira viccesek, és mindig pontosan tudják, hogy miről van szó, és ők maguk is tudnak vicceskedni, és tudnak örülni, hogyha valami vicc történik körülöttük. Magamról is úgy gondolom, hogy jó a humorérzékem. Én is tudok vicces lenni, és fel is ismerem a humort, és valószínűleg ezért is hozzám jól passzol az angol szetter. Egyébként nagyon szeretem a juhászkutyákat, belga, holland, német, teljesen mindegy, illetve egyébként ezeket a kicsi terrierféléket, a Foxit, a Jack Russell terriert, a Parsons Russell terriert, és mondom mindezt úgy, hogy én 3000 évvel ezelőtt még rettegtem a kutyáktól. Na, álljunk meg egy levegővételre, kezdjük ott, hogy megoldható-e, hogy Zsófi ne féljen a kutyáktól? Menjünk el egy menhelyre, és innen indítottuk az egészet, és aztán nyilvánvalóan se nem magyar kutyafajta lett, se nem kölyök kutya lett, se nem rövid szőrű, mert azért a Nikolnak is tud ázott kutya szaga lenni, amit egyébként most már imádok, de mindig lebüdös disznózom egyébként, hogyha ilyen jó kis büdös ázott kutya szaga van, de hogy mi innen indultunk, és az itteni gondozók voltak azok, akik az első lépésekben nekem segítettek. Hát körülbelül a harmadik vagy a negyedik alkalommal mondták azt, hogy na itt a Nikol, kis termetű, az elején ugrál egy picit, de hogy nem fog megharapni, nyugodtan menjél és sétáljál vele, és ott valahol valami belül az alatt a séta alatt megváltozott. És volt, hogy hetén 4-5-ször kijöttem hozzá a menhelyre, valahogy megérezte, hogy őt haza fogjuk vinni, mert aznap, amikor jöttünk értem, mondta a gondozója, hogy semmi más nem csinált, még amikor ki volt engedve is, csak elvégezte a dolgát, és állt és nézte a kaput, hogy jön-e már a gazdi.